A hibátlan mérleg megőrzésének céljával lépett pályára Debrecen ellen az NKS, és a házigazda már az első negyedben szerzett 10 pontos előnyével jelezte, hogy nem teremhet babér a vendégeknek. A második 10 percben újabb 13 pontot tett hozzá az előnyéhez a kosársuli, így a folytatásban már csak tartani kellett a különbséget, amely 25 pontnyi lett a mérkőzés végére. A Debrecen ellen mi mindig egy ilyen kiérezett mérkőzés játszunk, tehát a Debrecen az a csapat, akinek soha nem lehet tudni, hogy mikor mire megyünk és mire nem. Tehát ugye ők egy aránylag egy ilyen agresszív, kicsit azt mondom, hogy alattomos, ez egy csúnya szó, így megfogalmaz, hogy alattomos, de nem tudni, hogy mikor mire számíthatunk. Tehát lehet, hogy levegőben lévő játékos fognak meglökni, lehet, hogy visszahúzzák az itt dobó játékosunkat. A blokkoknál nem lehet tudni, hogy most mikor hogy fog történni az elzárás. Tehát, hogy egy Debrecen mérkőzés az mindig érdekes mérkőzés. Ettől függetlenül mindenféleképpen azt vártuk, hogy a mérkőzés meg fogjuk nyerni. Ennek megfelelően is készültünk. Tehát készültünk a védekezéssel, a támadással egyformán, tehát vártuk azt, hogy mikor fognak beállni a zóna védekezésre. Hál' Istennek ezen a mérkőzésen, se az emberfogással, a letámadással, a zóna védekezés nem jelentett gondot és problémát. Már az első fél időben olyan tetemes előnyre tett szert a csapatunk, hogy onnantól kezdve bátran lehetett a játékosokat cserélni. Kipróbáltuk, hogy milyen szerkezetben mire vagyunk képesek, és melyik az a szerkezet, ami leginkább hatékony lehet az elkövetkező mérkőzésekre. Az edzőnő örült annak, hogy az új játékosok és a fiatalok is bizonyították, hogy helyük van a csapatban. Kellemes meglepetés volt nekem, ugye most már ezen a mérkőzésen a Fekete Dóra szép lassan elindul, és szép lassan már látszik rajta, hogy kezdi élvezni a játékot, és kezd a csapat ritmusába beilleszkedni. Még a Karolinánál vagyok ott, hogy hiába indult el, még a pontokban ez nem látszik, de ettől függetlenül ő is egyre hasznosabban kosárlabdázik, és ugye ami meglepő volt az, hogy a Lizák Kittit, amikor pályára küldtük, hogy ő eddig nem nagyon mert a csapatjátékban részt venni, de most ő is aktívan kivette a részét a játékból, és hogy ami a végén azért én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog volt, hogy a három picit, a fiatalkorúakat fölkutuk, tehát ezek a 2000-es és a 2001 születésű játékosok, a Petra Detti és a Laura, és hogy a két rutinossal, a Viviennel és a Tolsova voltak pályán, és abban az időszakban se tudott az ellenfél, tehát olyan előnyre szerteni, vagy olyan pontkülönbséget dobni, hogy a kicsiket le kellett most cserélni, így őket is kipróbáltuk most, hogy milyen az NB1-es mérkőzés számukra, egészen biztatóan szálltak be ebbe a harcba. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában az MTK Budapest áll az élen 4 győzelemmel, megelőzve a még szintén hibátlan Vasast és a nyíregyházi kosársulit. Farkasinszki Gyuláni együttese legközelebb, november 8-án hazai pályán a Vasast fogadja.